A védőoltások két csoportba sorolhatóak. Vannak életkorhoz kötött és megbetegedési veszély miatt kötelező oltások. Céljaik a fertőző betegségekkel szembeni védettség kialakítása. Napjainkban szerte a világon egyre több szülőben felmerül, hogy gyermeküknek nem adatják be a kötelezően előírt védőoltásokat. Általában a nem kívánatos mellékhatásokra hivatkoznak, vagy megkérdőjelezik a szirmók beadásának szükségességét. Hazánkban a jogi szabályozás elég szigorú ezzel kapcsolatban, és jelenleg a gyermekek 98%-a megkapja a kötelező oltásokat, mondta el televíziónknak dr. Újhelyi János. Ilyen módon Magyarországon csak az éberségre kell figyelni, hisz emiatt nincs kanyarójárvány, emiatt nincs diftéria járvány, meg járványos gyermekbénulás járvány, holott ezek bizony más országokban, különösen a kanyaró vonatkozásban már nem igaz, még a legfejlettebb országokban is, ugye Nyugat-Európában, Amerika Egyesült Államokban. Emiatt én azt mondom, hogy higgyenek a szülők abba, hogy egy jó kidolgozott oltási rend van Magyarországon, ami a legsúlyosabb betegségekkel szemben véd. Hazánkban az állam fontos törekvése, hogy még több kötelező, ingyenes oltást vezessenek be. Hamarosan bővül az oltások köre, és várhatóan bevezetik a bárányhimlő elleni oltást is, mondta el a gyermekorvos. A kötelező védőoltások mellett számos javasolt védőoltás is van, amit térítés ellenében lehet igénybe venni. Arra biztatnám a szülőket, hogy nem csak a kötelezőkkel éljenek, hanem az úgynevezett fakultatív oltások lehetőségeivel is, mert azok is számosak, és nincsen rossz oltóanyag Magyarországon, semmitől nem kell félni, és aki több oltást biztosít a gyermekének vagy önmagának, mert ugye ez a felnőttekre is érvényes, az biztos, hogy egészségesebb is lesz, és mentes lesz a súlyos betegségektől. Az oltás során jelentkezhet néhány mellékhatás, ami teljesen természetes. Az oltásnak az a célja, hogy valamilyen reakciót váltson ki a szervezetből. Ilyen mellékhatás lehet az oltás helyén fellépő duzzanat, fájdalom. Azonban mellékhatások csak az oltottak igencsak 1%-ánál jelentkezhetnek. Összességében nem kell tartanunk az oltásoktól, ugyanis a védőoltás bevezetését nagyon komoly kutatás előzi meg, ezáltal biztosítva a veszélytelenségüket, tette hozzá dr. Újhelyi János.